Bahó Krisztina Miskolcról érkezett szociológus vagy, ugye Krisztina? Szociológus, közgazdászként dolgozom. Miért kezdtél el fermentálni? Hogyan jött az ötlet? Az ötlet kb. Olyan 3 évvel ezelőtt jött, amikor kiderült, hogy van egy autoimmun betegségem, és én is elkezdtem kutatni, és hát a mikrobiomhoz találtam vissza az emésztőrendszerünk állapotához, hogy ez nagyon sok betegséggel kapcsolatban áll, és tulajdonképpen ez az egyik kiinduló pont, és ekkor kezdtem a fermentálást így beépíteni az életembe, és ez volt az egyik olyan dolog, aminál éreztem is, hogy úgy jó nekem. És tulajdonképpen a mai napig az életem, az étkezésem részévé vált, viszont egyre több mindent kezdtem kipróbálni, nem csak a karalábét, hanem például az egyik nagy kedvencem a spárga, amit így a tavaszi-nyári szezonban szoktam készíteni, illetve fermentált citromot is, az főleg így az ételek ízesítésére használom, de csak a végén teszem bele, hogy így a probiotikus voltát ne veszítse el. Úgyhogy tulajdonképpen egy szerelem vált belőle, és tényleg a mindennapjaim részét képezi. Honnan jött a fermentált karalábi ötlet, amivel most pályáztál? Egyrészt sok karalábé volt a kertben, másrészt sok tárkony, igen. Úgyhogy ennek a kettő kombinációjából megszületett, hogy akkor legyen tárkonyos karalábé, és igazából én ezt el tudom képzelni így a halas ételektől, a zöldséges ételeken át, akár az, hogy egy krémlevesbe így betétként beletenni a legvégén, az is így egy kanálnyit, nem sokat, csak hogy éppen hogy. Vagy éppen köretként is lehet valami húsfajta mellé, nem? Igen. És azt azért kiemelném, hogy a fermentált zöldségeknél nem is a mennyiség a lényeg, hanem hogy rendszeresen fogyasszuk, tehát hogy így minden étkezésünkbe egy kicsit becsempészünk, illetve sokan úgy is szokták alkalmazni, hogy a fermentumnak a levét étkezés előtt ilyen 15-20 perccel fogyasszák el, de csak egy kupicányit, és ez beindítja az emésztőnedveknek a működését, tehát egy kicsit előkészíti a szervezetet az étkezésre, és segít az étel feldolgozásában. Te is, pontosabban te nyilván fogyasztod, de csak te fogyasztod, vagy a családodat is rászoktattad? Hát már az egész család igazából, mindenki, megszerettük. Hát akkor a következő receptversenyen találkozunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.